Budapesten a Lantos Mihály Sportközpontban rendezték meg a 7. atlétikai Magyar Szuperliga döntőjét. A nyíregyházi versenyzők közül többen is éremesélyesként indultak, és végül 4-en felállhattak a dobogóra. Női diszkoszvetésben az év eleje óta Szombathelyen készülő, de nyíregyházi színekben versenyző Kerekes Dóra érvényesítette a papírformát 53 méter 66 cm-es teljesítménnyel, a második helyezettet több mint 5 méterrel megelőzve szerezte meg az első helyet. Szombathelyen teljesen más mondhatni az edzés módszerek is, és hát ugye teljesen sokkal többet edzettem, ugye most nem dolgoztam, úgyhogy sokkal több munka volt bennem. A fő célom idén az Európa-bajnokság lett volna, csak ugye azt törölték, az 57 méter lett volna a nevezési szint. Ilyenkor mindig ugye magamat próbálom legyőzni, illetve új egyéni csúcsot dobni. A szintén diszkoszvető Szikszai Róbert a 60 métertől 26 cm-rel elmaradva a második helyen végzett. Nem vagyok igazából elégedett, nem is volt biztos, hogy indulok ezen a versenyen. Én úgy gondoltam, hogy a csapatbajnoki döntő lesz az utolsó. Aztán mondták, hogy részt kellene ezen is venni. Úgy gondolom, így sérülés után ez a közel 60 méteres forma azért nem rossz. Úgyhogy erre próbálom majd építeni. Márciusban én úgy gondoltam, hogy ebben az évben nem fogunk versenyezni. Utána egy-két hónapig úgy is edzettünk, hogy csak éppen annyira, hogy szinten tartsuk magunkat. Legalább a magyar bajnokságon szerettem volna indulni, ugye ott sérülés miatt nem tudtam. Próbáltam azután a csapatban, aki döntő 60 méter felé kerültem, úgy gondolom, hogy azért az nem rossz, de azért egy olyan 63-64 méteres formát szeretnék jövőre. Férfi súlylökésben Tóth Balázs 17 méteres dobással szerezte meg a második helyet. Sérülésem volt az utóbbi időben, így csökkentettem a reményeimen és a céljaimon. Az volt ugye, hogy a dobogóra kerüljek, egy második helyet mindenképpen meg akartam szerezni magamnak. Ugye nyilván jó lett volna az első helyeket begyűjteni az utóbbi versenyeken. Sajnos ez nem sikerült, de összességében meg vagyok elégedve az eredményekkel. A nyíregyháziak harmadik ezüstérmét Helebrant Máté szerezte, aki a 10 kilométeres gyaloglásban végzett a második helyen. A dobók edzője Kerekes László reményei szerint a következő szezonban több versenyen állhatnak majd rajthoz az atléták. Bízunk abban, hogy jövőre lesznek nemzetközi versenyek, bízunk abban, hogy meg lesz tartva az olimpia. Az biztos, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy elérjük ezeket a célokat, amit a nemzetközi versenyre tűztünk ki. A többi az bizonytalan, mint minden más. A nyíregyházi atléták most pihenőt kapnak, a felkészülés november elején kezdődik majd el a jövő évi versenyekre.